ez egy papírforma győzelem kell, hogy legyen ez a mai. A Nyíregyháza újonc csapat, de az újonc csapatok közül talán ők a legjobb eredménnyel bírók. Nagyon jó kis csapatot rakott össze Lovas mester, és igazából nagyon jó kis taktikai dolgaik vannak, ugye nyilván kielemeztük őket, úgyhogy tényleg egy remek csapat jött most ide hozzánk, de én úgy gondolom, hogy mi vagyunk az esélyesek, nekünk kell dominálni, és nekünk kell megnyerni ezt a mai mérkőzést. Nem mindenki egészséges, nem mindenki adrafogható, de elvállalták a meccset. Meglátjuk, hogy őket be tudom-e vetni. Egy olyan 6-7 játékos van, akit tudok forgatni, és összességében nagy meglepetés lenne, hogyha minden pontot tudnánk elvinni, de azért nem feltartott kézzel jöttünk. Nem az előző háromból kettő mérkőzését megnyerő Nyíregyháza számított esélyesnek a sötétmezes Deac otthonában. Ennek ellenére a házigól király Kovács Robert révén már a harmadik percben vezettek a vendégek a keleti derbin. A legutóbbi regionális csatáját elveszítette Elek Gergő csapat a Berettyújfaluban. A nyírségiek ellen viszont hamar fordítani tudtak a debreceniek. A 11. percben már 3-1 volt az állás ugyanis a házigazdának, Szabó Ábelnek, illetve a duplázó Tiágónak köszönhetően. Lovas Norbert együttes azonban meccsben maradt. Az első fél idő úgy kompletten egy nagy pozitívum, illetve Martin jól védett az egész meccsen. Remek kijövetelei voltak, védései voltak. Ami koncentráltunk egyébként, a védekezésben rengeteget segítettünk neki, tehát hogy ilyeneket tudjon védeni. A második forduló után betaláló Kovács Erik a 13. percben alakította 3-2-re az állást. Ezt követően viszont sokáig nem tudott betalálni egyik csapat sem. Tudtuk előre, hogy a Nyíregyháza a kis csapatok közül kiemelkedik, én úgy gondolom, a játékos állományban és a szakmai munka is folyik náluk. Ezt meg is mutatták, főleg az első fél időben, de én úgy gondolom, hogy a mi játékunkkal se volt probléma. Amikor volt egy jó periódusunk, akkor jöttek a gólok, meg voltak azok az apró hibák, amiket nem szabadott volna elkövetni, és amiket nagyon kegyetlenül kihasznált a Nyíregyháza, de azért érezhető volt, hogy nem lesz itt probléma, hogyha azt a játékot tudjuk folytatni a másik fél időben, amit az elsőben, akkor azért várhatóan az ellenfél ugye elfárad, és ez így is történt. A második félidőben tehát fokozatosan növelte a különbséget a Deac, Deibi 5-5-ször, Nagy Bence pedig 7-szer talált be a bajnokságban, így a 26. percben 5-2-re vezetett már a házigazda. Igazából elfáradtunk, tényleg félidőben, és úgy jöttünk ki, hogy meg lesz, ez be tudjuk húzni, küzdünk, harcunk. Aztán a végén ott elfogytunk, ott azt hiszem a fordulópont a büntetőnél volt egy, és akkor utána kinyílt a Bolzsák nekik sajnos. A vendégek büntetőt is hibáztak, majd 5-4-ben sem tudtak gólt szerezni. A hajrában viszont a hazaiak többször is beköszöntek. Tiágó után Szabó is duplázott, Tóth Attila pedig megszerezte a visszatérését követő első Deacos gólját. Nyilván elvárom magamtól, hogy minél több gólt rúgjak, hogy nyilván, hogy a lelkemnek is jót tegyem, meg persze, hogy a csapatot minél jobban tudjam segíteni. Nyilván egy nagyon nagy kő esett le a szívemről ezzel a góllal, aztán bízom benne, hogy innentől kezdve már csak úgy potyogni fognak. A 8-2-es végeredményt egy másik Berettyújfaluból érkező játékos, Szatmári Ákos állította be. A Nyíregyháza legközelebb Újonc derbin fogadja a Rubeolát, a Deac pedig a címvédő haladásnál vendégeskedik.